Sziasztok, üdvözöllek benneteket, szeretett barátaim! Engedjétek meg, hogy egy kis riportot ugye, a kedves Máriával készítsek ugye, a beleegyezésével, így van? Beleegyezel ebben a kis riportban? Beleegyezek, mert főlettem rá kérve, mondom, akkor jó van. Jó, így van, én fölkértelek. Tudni kell azt, hogy hívnak. Mi a teljesen? Szekeres Mária. Szekeres Mária. Hol születtél? Budapest. Budapest. Melyik hónapban? Március 25. 25. Jó. Anyukád neve? Brótya Erzsébet Ilona. Brótya Erzsébet Ilona. Na most szeretett barátaim, tudnotok-e valamit? A Mária az, és látjátok, én ilyen szeretettel fogadom őt, ő az, aki rólunk körülbelül 10 éve jelentetted meg azt a... Volt főjelentés is, és elsőnyű. Igen. De bíróság ügy volt. Na most tudni kell azt, hogy a Mária ugye azzal vádolja a mi családunkat elég keményen, nem baj, nem maragszom rá, lehet, hogy ő el van ő valóban tájékozódva. Valamikor találkoztunk, emlékszel rá régen, és akkor azt mondtad, hogy te nekem unokahúgom vagy. Így van. Így van? Így van. Így van. És akkor kérdeztem, hogy hogyan vagy unokahúgom, akkor most mondd el, hogy hogyan vagy unokahúgom, kinek vagy a lánya, szerinted? A Szába Lacinak, idősebb Szába Lacinak, a Robi édesapjának vagyok a lánya. A felesége, a kollányuk, aki az a keresztanyám, hivatalos papírban bizonyítható. Robiékok vagyok a testvére. Hármas ikrek vagyunk egy petéjű. Mondd el, mondd csak három előre. Anyánk és apánk szerepel anyakönyv szerint. Az egyiket Lakatos Sanyinak adta el az apám. Úgy tudják, hogy Lakatos Melinda, és Illés utca 22-ben van. A másikat Miskolc a Balogh Csabának, Kossuth Lajos utcába adta el, a Balogh Erika. És hol vannak ezek a gyerekek? Három fele vagyunk, most mondom a címeket. Ebben nem is találkoztál soha? Egyszer láttam mind a kettőt, két nap különbséggel. Engedd meg, Marika, még folytasd, csak annyit... Bizonyítható, mert előhozzák ezeket, jó. Az említetteket, ott vagyunk, mint három tojás, egy petény, és három anya és apa szerepel. Igen, csak egy kis bökkenő van. A Mária ugye azt mondja, hogy a Száva Laci az apja. Egyet tudni kell, az összes családunkban egyetlen egy Száva László van. Hányban születtél? Melyik évben? 73. 73, hoppá! Az én drága öcsém, a Száva Laci 70-ben született, március 28-án. Egyedüli van Száva László. Én tehát édes testvére. Ő az édes testvére, még egyszer Laci, mondom. A Robinak az édesapja. A Robi, nem, nincsen. Annak az édesapját. A Robi édes testvérem, a Laci édes testvérem, Száva Lajos volt a mi apám. Hát azt is tudom, az öreget is tudom. Hát, az előbb más mondtál. Az a nagyszülő, de neki a gyerekét nem mondtam, a Laci. Édes apám. De én most mondom, neki volt a gyereke, a Laci úgy, mint te. Édes testvérem, a Laci, csak na. Három évvel volt idősebb nálad, és három éves korában esetleg. Nem, nem, én nem őről róla beszélek. Nincs más, már ezt mondtam neked. Mondom, a Robinak az édesapjáról, Kati a felesége. Itt van nekik a kocsmáik, a lónyai bakácsok. Az sem igaz, azt nem igaz, mondom. De nem igaz. Igen. Hogy néz ki a Robi? Hogy néz ki a Robi? Hogy néz ki a Robi? Egy olyas magas, mint te, de ilyen bundi egy picikét, igen. Kopaszos, mondjam még. Egy félfejjel alacsonyabb a Robi öcsének, félfejjel. Neki az édesapjáról, ez meg a Lacinak az apja, Lacinak Marika, is az apja. Szigany utcában laktak. Nem laktunk soha. Mi, nem a Száva család, tudnod kell valamit. Az édes testvéreim a 8. kerületben soha nem laktunk. Szigony utca 7, 8. emelet 31. Egyszer beszéltem is vele a Blahán aluljáróba, és még szemtelen is volt vele. Igen, emlékszel rá? Blahán beszéltem vele. Ula, nem édes testvérem, Marika, hallgass rám. Már egyszer beszéltünk erről. Kérdeztem tőled, te honnan tudod, hogy a Laci az apád? Mit mondtál? Egy 8. kerületi strici mondta, hogy nem neked Száva, egy rokon gyerek mondta el, és utána néztem. Ezt a kimondta nekem. Mindegy, hogy hívják egy szeretet. Jó, és képzeljétek el, pillanat, képzeljétek el, kedves nézők, barátaim, a Marika, ő az alapján, hogy azt mondta neki egy valakie, nekem persze régen stricit mondtál, de nem, az nem baj, ő azt mondta, nekem ezelőtt 8 évvel vagy 7 évvel, én emlékszem rá, jó memóriám, még felvétel is van arról is, hogy ő mondta neki, ez a valaki, hogy a Száva Laci az apja, ő ez alapján. De ugye? Utána is lett nézve, ez alapján. Ez alapján lett utána nézve több hogy ember. Hogy néztél utána? Hát beszéltünk olyan. Több emberre, aki családhoz tartozik, nem sorolom most a neveket, és volt olyan, hadd ne mondjam, vannak gyűlések, ugye... Száva Laci, hogy néz ki? Az egy alacsony nyomott tónus, ugye az óra így... Szeretett barátaim, nézzétek meg a Száva Laci öcsém, édes testvérem, egy van.
magasabb nálam körülbelül 3 centivel, nem nyomott a rúg. Nem a fiatal mondjuk. De ne haragudj, nincsen. Hányszor mondjam el neked? Most nem tudom. 60-valahány éves, 68-69. De nincs. Fiatalabb az öcsém, fiatalabb nálam. Nincsen egy szával a cigon. Neki van. Jó, ezt vissza lehet nézni, hogy van-e. Robinak ki volt az apja, ezt meg lehet. Nem az a baj, pillanat. Ezt meg lehet tűnni, hogy a Robinak. De ezt kiírtad? Mikor írtad ki ezeket? Ez már rég volt, és volt feljelentésem. Gyerekrablók vagyunk. Bocsánat, feljelentésem is volt, ahogy ez kiderült. Jó. Volt a Fehérvári Bíróságon, volt az úgy, 5 percekre lementem, egyszer nem tészték be a testvéreimmel. Leírta a Facebookon a Szekeres Mária, hogy ugyebár mi gyerekrablók vagyunk, bűnözők vagyunk, meg eladtuk az ő gyerekeit. Ti, ugye? Azt mondtad, hogy a te gyerekeidet is eladtuk. Az is eltűnt, és arról is papírjuk. Kórház által ment. Kiadtál. Hát ott van a feljelentés. De kiadtál a gyerekeidet. Arról is volt följelentés. Megbízásban ment a kórházhoz szedni. Egyet akarok tudni, hogy kiadtál a gyerekeidet. 3 személy volt benne, leküzöltem, bíróztam. De te nekem azt mondtad, hogy a Laci adtál. Nem a Lacit mondtam. Egyáltalán. Az minket ad. Hármas ikreket. Hát a Laci titeket adott el. Hármas ikreket. Pénzért? Hát születéskor, igen. És egy másfél éves mennyi koromig még a nagyszülőknél voltam. Azt én nem tudom, mennyit kapok. Oké, okay, csak még egyszer mondom, azt mondja, hogy a Száva Laci, ugye a Mária, azt mondja, kedves Marika, hogy alacsony, köpcös, nyomottorú, egy öcsém van, világszám, a drága öcsém, jóképű, magasabb nálam 3 centivel. Na, hát akkor most ez hogy stimmel? Tehát hát ezekkel... hozzuk elő a testvéreimet, nézzük meg a DNS-t. Hozzuk elő a testvéreimet, nézzük meg a DNS-t, mert hogy lehet 3 édes, te roma vagy, ha nem látszik rajta, pedig az vagyok. Az egy dolog, hogy nem látszik. Anyajágról is ott van a sárközi család. Hasonlít rám? Egy kicsit, Szilvinkel, hasonlít rám. Én megmutatom azt, hogy a... Nézd meg, mindent teszem, hasonlít rám. Nem az a lényeg, tudnod kell. Mi a 600. rokon akkor is mondok egy más szerettünk, és megkeresünk. Mondok egy másik, van a édesanyám, azután volt a déli nagyanyám, a Sárközi. Nincs ilyen rokon. És annak volt egy testvére, Sárközi Kati. Sárközi Kati. A Sárközi Kati az nagymamája a Robinak. De nincs mert az rokon. Ő lánya az anyja. Nem értem meg. Tudni kell azt a Máriáról, mikor 2009-ben, de ez csak beszélgetés, látod? Én ilyen korrekt vagyok. Hamisan vádolsz minket, nagyon csúnya. Akkor legyen feljelentésben, azt megnézzük. Lesz. Jó. Pont azért csinálom ezt az interjút. Tehát a lényeg az, hogy lesz feljelentés, látjátok. De a testvéreimet is hozzuk elő, meg akkor megnézzük. Valamikor szavakkal bántottalak téged? Hát szavakkal nem, de volt más módszer, vannak más módszer. De én bántottalak téged valamivel? Hát személyesen nem. Hát akkor azt nem mondtam. Mit mondtál egyszer? Én a Gyurcsánynak vagyok rokon, azt mondtam. Nem a Gyurcsány, meg azt mondtam, az Ormán Viktornak is rokon. Orbánnak az édesanyja, az Rácz Erzsébet is arra zárva, Rácz család után. Azután Rácz rokonunk sincs, de nem baj, Szilvike, látom, mosolyogsz. Igen, igen, tehát olyat is mondott, én tudom, már megvonom, hogy le van mentve a Marika, hogy Orbán Viktornak vagyok a rokona, nem tudtam. Meg lehet írni és Orbán utána lányát. Meg Gyurcsány Ferencnek. Gyurcsányról nem volt szó, Orbán. De mondtad ezt is, meg nem, van. Orbán le van írva, ha megnyugtam neked, kinyomtatom. Mondom, Orbán van, a Demszki, Orbán, Hunvald, a Pintér, szóval elmondom, a kik. Na most még egyszer, hagyd kérdezzek valamit, ha kiderül, hogy ez semmi nem igaz, már pedig le nem igaz, akkor lelkileg azt fog bántam, hogy minket vádolsz tökéve az interneten? Hát, hogyha nem lenne igaz, de viszont ez igaz. Ha én tovább megyek, mert egy, hogy elsütműzik, azzal nem álltam meg. Ott lesz a hármas siker, testvérünk, hárman vagyunk, és hogyha nekünk a három anyást, a három akkor annak örülni fogsz, hát én nekem jó, az jó, nekem jövő héten jó. Ezt is meg fogom tenni. De mondom, a testvéreimet ott szeretném látni, mert itt láttam őket. Mondom, hármas meg, mert az nekünk nem testvérünk. De be kell hívni, hogy tényleg létezik, hogy hármas ikrek vagyunk. Ne haragud, és három apa, három anya szeretem. Azt se tudom, hogy kiről beszélsz. Elmondtam. De nekünk nem vagy rokonunk, mert az elmondtam. Náci. Elmondtam, DNS-ből kiderül minden, meg a családfából. Családfa, meg a DNS kimutatja, valaki rokon vagy nem. Tehát arról, hogy mi gyerekeket adunk el, ez nem csúnyos bűn szerinted? Ez hát elég bűncselekmény, hogyha te ezt hamisan mondod. Mekkora hát ha hamisan, de nem hamisan. S ha hamisan mondod, szerinted ez így, hogy én ezt most is milyen felelősség jár ez is? Tudod azt? Hát tudom, hát. De azért is, hogyha ez igaz. Várj, Fila. Hát persze. Mert elsőnézni el lehet, de én tovább hiszem. Tehát ezt el lehet vinni hosszabban ezt az ügyet, nemzetközi. Emlékszel arra, hogy a... Amikor a Magyar Gárdát feloszlattuk, hogy ott álltál a Magyar Gárdások mellett? Én nem álltam ott. Én odaállok most is a nácihoz, és odaállok a cigányhoz, mert egyiket se bántom. Én egyiket se bántom. Én úgy vagyok, hogy ember.
nem állok egyik oldalon. Ez úgy volt egyébként a Markó utcában, amikor mi megnyertük ugye a pert, akkor Mária ott áll, de ezzel sincs baj. Na de erre is tudnék én mondani valamit családunkban, hogy vannak ezek, de inkább azt... A rendőrségi értesítést fogadjon neked esetleg, vagy telefonszámot van? Hát azt most szerintem tudják. Ők megtalálnak, ha meg akarnak a rendőrség. Én adok telefonszámot. Mondom. De hol tudok? Ott vagyok. Hát a rendőrök megtalálnak.